Még 1979 tavaszán alakult meg a Kövizik Szivárvány nyugdíjas klubja, amely azóta is aktívan működik. Kezdetben 15-20 fős létszámmal működött a szervezet, jelenleg 80 tagjuk van, akik évente többször találkoznak egy-egy rendezvény keretében. A klub megalakításának legfontosabb célja az volt, hogy akik nyugdíjba mentek, ne szakadjanak el teljesen a szakmai és emberi kapcsolataiktól. Nekünk éves programunk van, melybe beépítettük a szakmai tájékoztatásokat is. Kirándulásokat szervezünk, évvégén van egy évzáró búcsúvacsoránk, és minden év október 1-én az igazgató úr és a vezetőség, a gazdasági vezető és a főmérnökünk vendégül lát bennünket az idősek világnapja alkalmából. Takács Lajos a cég egykori igazgatója, a kezdetektől aktív tagja a klubnak, aki jó emlékeket őriz a megalakulás idejéből és az elmúlt több mint 3 évtizedről. Bőséges, kényelmes munkáját tudtunk biztosítani a dolgozóinknak, és még azzal is törődtünk, hogy így mondjam, hogy az ilyen társadalmi élet számára is legyen férőhely. Klubokat léztünk létre. Két klubszobát alakítottunk ki. Nagyobb klubszobát a nyugdíjas klub számára. Amint ez a lehetőség nyílt meg, akkor tájban, pontosan nem tudom az időpontot, akkor tájban alakult meg a vízügyi nyugdíjas klub. A rendezvényen a köszöntőket követően fehér asztal mellett nyílt lehetőség egy kötetlen beszélgetésre.